A kapcsolatom? Igen. Na jó. Hát akkor sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a kicsit borús, nagyon borús keddi estén. Az volt a feladat, hogy a 21. századi amatőrcsillagászról beszéljek. Ez nem fog teljesen sikerülni az előadás során, egyrészt mert lesz benne egy csomó olyan téma, ami általában amatőr csillagászat, semmi köze nincs a 21. századhoz, és biztos, hogy lesz benne olyan is, ami 21. századhoz kapcsolódik, de vagy nem eléggé fejtettem ki, vagy teljesen kimaradt az előadásból, úgyhogy ezeket lehet majd esetleg később pótolni. Előtt a kezdőképen néhány amatőr csillagász látszik az egyik észlelő szakkör alkalmával. Hogyha az ember fölüti az internetet, akkor a csillagászra rákeres, akkor ez a klasszikus, hosszú, hegyes, sapkás, csillagos figura jelenik meg. Hogyha kicsit komolyabb képeket keres, akkor mondjuk olyan csillagászok a távcső előtti időből, akik ilyen nagy fali kvadránsokkal mérnek, vagy akik már távcsővel észlelnek. A mai csillagászokat, hogyha megpróbálnánk ábrázolni, hát akkor elég egyszerű lenne talán a dolog, de Imre meg tud erősíteni benne, hogy leginkább egy monitor előtt ülve lehetne őket ábrázolni, ahol egyrészt nagy távcsöveknek a képeit nézik, adatsorokat elemeznek, cikkeket olvasnak és cikkeket írvak. Vagy a távcsövet irányítják számítógépen keresztül a világ másik felén. Tehát tulajdonképp testközelből nem nagyon tudnak távcső mellett mutatkozni. Jó, hát én egy ilyen személyes élménnyel szeretném kezdeni ezt az egészet, hogy változatlan az égbolt, hát mindannyian tudjuk, hogy nem. Ezenek az ötletnek az volt az alapja, hogy az édesanyám még sok néhány évvel ezelőtt is, amikor esténként beszélgettünk telefonon, megkérdezte, hogy éppen mit csinálok, mondtam neki, hogy éppen kint vagyok a kertben a távcsővel, vagy viszem ki a távcsövet és észlelni fogok. És hát ez egy rendszeresen felmerülő kérdése volt, hogy minek mész ki minden nap, mikor az égbolton úgyis mindig ugyanaz látszik. Hát ezt, aki egy kicsit belemélyedt, akár az amatőr, akár a szakcsillagászba, tudja, hogy ez mennyire nem így van. Másrésztről viszont egy kicsit mutatja azt is, hogy mennyire elszakadtunk a természettől. Régen a csillagos égbolt mutatta az idő múlását, az évszakok változását és mindenféle egyebet. Úgyhogy mi tudjuk, hogy az égbolt az bizony nem változatlan, évszakos változásai vannak, minden évszaknak megvannak a saját csillagképei, saját mélyég objektumai, látnivalói. A bolygók folyamatosan változnak, ugye többször megkapjuk a kérdést bemutatók alkalmából, hogy és akkor ugye a Jupiter az főleg télen látszik, és akkor el lehet magyarázni, hogy el tudjuk magyarázni, hogy hát ez nem ennyire egyszerű, mert a bolygók keringése és a Föld keringés idejének az aránya az mondja meg, hogy éppen mikor látszanak azok az égi testek. A holdfázis az talán, ami a leginkább közismert, hogy változik. Ennek a következménye számunkra az, hogy holdból talán soha nem láthattunk részletet pontosan ugyanúgy. Mindig kicsit más a megvilágítás, kicsit más a libráció, kicsit másak a légköri viszonyok. Tehát mindig akárhányszor a holdra fölnézünk és észleljük bármelyik kráterét, felszíni alakzatát, mindig egy kicsit másképpen látjuk. Aztán előfordulnak, ezt így direkt kiemeltem, hogy rendkívül jó minőségű éjszakák, rendkívül sötét éjszakák, vagy nyugodt éjszakák, vagy jó átlátszóságú éjszakák, amikor olyasmiket is látunk, amiket egyébként nem, vagy sokkal inkább meg tudjuk őket figyelni, mint máskor. Erről majd egy kicsit később is fogok beszélni, hogy ezek miért fontosak. És hogyha megnézzük, hogy mi mindent láthatunk mi, mint amatőrök az ég alatt, akkor azt látjuk, hogy már csak hogyha a váratlan eseményeket vesszük figyelembe, akkor is nagyon sok minden
érdekesség bekövetkezhet, ami miatt érdemes kimenni az ég alá, és folyamatosan, vagy hát minél többet megfigyeléssel tölteni az időt. Sok olyan esemény bekövetkezhet, ami nem csak hogy váratlan és egyedi, hanem előfordulhat az is, hogy mi vagyunk az egyetlen szemtanúi. A legtipikusabb példája egy tűzgömb, például ami fölvillan, mindannyian láttunk már ilyet, teljesen váratlanul észleltünk, és arra lettünk figyelmesek, hogy egyszer csak kivilágosodik az égbolt, vagy árnyékunk megjelenik a földön, és mire fölkapjuk a fejünket, addigra látjuk a hatalmas nagy tűzgömböt, ami száguld át az égen. És hát bizony előfordulhat, hogy az egész világon, vagy az egész földön éppen nálunk volt, csak derült, és mi láttunk egyedül ezt a jelenséget, vagy éppen, ha nem is az egyetlen, de például az első szemtanúi lehetünk. Az óriás bolygókon megjelenő becsapódás, nyomok vagy viharok, azok szintén ilyen jelenségek, amik teljesen váratlanul bukkannak föl. Erről is lesz majd kicsit később szó, hogy az amatőr csillagászok 21. században is hozzá tudnak járulni a szakcsillagászok munkájához, dacára azoknak az automatizált, hatalmas méretű műszereknek, amiket a szakcsillagászok használnak, meg dacára rengeteg sok szondának, amik folyamatosan vizsgálják az óriás bolygókat. Aztán előfordulhat, hogy üstökösöket, nóvákat, vagy változó csillagokat találunk, tehát egy felfedezésnek az élménye is a miénk lehet, hogyha éppen megfelelően szerencsések vagyunk. És hát nem csak szerencsések vagyunk, hanem kellően szorgalmasak, és sok időt töltünk az ég alatt. Ez csak egy illusztráció, egy szép tűzgömb nyoma Landi Gyebnár Mónikának a felvételén. Ez is biztos, hogy olyan, hogy soha többet ilyen tűzgömböt nem fogunk látni, hát vagy szebbet, vagy fényesebbet, azt lehet, vagy más színű, de pontosan ugyanilyet soha nem. Aztán ez egy nemrégiben történt esemény, amikor a Jupiterbe becsapódó kisméretű égitestet figyelt meg élőben, ugye ez az amatőr társunk éppen a Jupiterről készített egy felvételt, ami magyarul egy videónak a készítését jelenti, és a szeme előtt jelent meg ez a folt, felfényesedett, aztán vissza halványodott. Hát, hogyha szerencsések vagyunk, megint csak, meg kitartóak és szorgalmasan észlelünk, akkor ilyen jelenségeket is meg tudunk figyelni. És itt már, meg az előző képnél is ugye meg lehetne említeni azt, hogy ahhoz, hogy ilyen jelenségeket megfigyeljünk, mint például egy ilyen becsapódás, vagy akár egy ilyen tűzgömböt rögzítsünk, ahhoz bizony már szükség van arra a technikai fejlődésre, amit a 21. század hozott el nekünk. Ilyen érzékeny kameráink legyenek, amelyek képesek a csillagokat is látni az éjszakai égen, amik képesek olyan gyors felvételeket készíteni a Jupiterről, hogy sok-sok ezer képet összegyűjtve és átlagolva ilyen részletességű felvételeket tudjunk készíteni, vagy hát egyszerűen olyan távcsövekre, amik elérhetők a számunkra. Jó, hogy mennyire érdekesek ezek a becsapódás nyomok. Itt egy print screen a NASA-nak az egyik honlap részéről, ami szintén kiemeli azt, hogy ezek a óriás bolygókba történő becsapódások, ezek előforduló események, viszonylag gyakori események, és az amatőrök bizony hozzájárulhatnak a tudományhoz, azzal, hogy folyamatosan megfigyelik az óriás bolygókat, és amikor egy ilyen becsapódásnak a nyomát, vagy magát a becsapódást észlelik, akkor értesítik a megfelelő űrszondáknak az irányítóit, szakembereket, akik meg tudják azt tenni, hogy a bolygóhoz viszonylag közel keringő űrszondát úgy, ennek a pályáját úgy módosítják, hogy azt a területet, ahol a becsapódás történt, azt vegye részletesen szemügyre a bizonyos űrszonda. Hát ezt itt emlegetve van Antonin Wisley,
aki arról nevezetes, hogy egy hát nagyon szerencsés úriember, aki én már két alkalommal figyelt meg egy ilyen egy-egy becsapódási jelenséget a Jupiteren, szintén fotózta az óriás bolygót, és még miközben készítette a felvételt, föltűnt a szeme előtt a becsapódásnak a nyoma. Tehát itt is azt lehet mondani, hogy ilyen méretű, vagy ilyen mértékű hozzájárulást a tudományhoz az amatőrökként nem tehetnénk, hogyha nem jutott volna el a 21. századra a technika odáig, hogy akárki számára elérhetőekké váljanak ezek a kamerák, amik megfelelő minőségű képeket tudnak rögzíteni, illetve, majd amiről még megint csak később lesz szó, megjelenjen az a kommunikációs csatorna, amit mindannyian ismerünk és mindannyian használunk, az internet, aminek a révén szinte közvetlenül és azonnal tudjuk értesíteni vagy riasztani a szakcsillagászokat is. Aztán itt egy másik fajta esemény, amire talán emlékszünk, a Szaturnuszon kialakult vihar, ami nem is tudom hány hónapig létezett, talán 9-10 hónap valaki, nem tudom. Végére az egész bolygót szinte körülölelő fehér, ilyen örvénylő sávvá változott, és hát itt van a tulajdonképpen a felfedező felvétel, ahol a viharzóna először megjelent. Aztán váratlan jelenségek közé soroltam be azokat is, amelyek annyira nem váratlanak, mivel például itt ennél a Neowise nevű üstökösnél, ami a tavalyi évnek a nagy szenzációja volt, itt lehetett tudni, hogy ez az üstökös létezik és közeledik. De talán azt nem lehetett sejteni, vagy nem lehetett biztosan tudni, hogy ennyire fényes lesz ez az égi vándor. Azt pedig, hogy világító felhőkkel együtt fog mutatkozni, azt szerintem senki sem sejtette előre. A mai napig sajnálom azt, hogy itt a Polarisban volt egyszer, hogy fönt voltunk és beszélgettünk, akkoriban már éppen látszott az üstökös, és fölmerült az ötlet, hogy menjünk föl hova is, észlelni talán a hármas határhegyre, vagy valahova a sötétebb ég alá, és én akkor már fáradt voltam, aztán azt mondtam, hogy én inkább hazamegyek. De hát akik fölmentek, tehát szorgalmasak voltak és kitartóak, ők viszont látták a világító felhőt is, és az üstököst is. Hát én erről lemaradtam, úgyhogy ez egy olyan dolog, ami váratlan volt, és hát nekem nem sikerült megfigyelni. Aztán lehetségesek váratlan felfedezések, tehát olyan objektumoknak a igazi objektumoknak a felfedezése, amit még eddig senki nem vett katalógusba. Ez a felső idézet, ez valami olyasmi, amit én gondoltam nagyjából 10 éves koromban, amikor elkezdtem a csillagászat iránt érdeklődni, és megkaptam valamilyen ünnepre a Csillagászat című könyvet, ezt a nagy alakú, kemény fedelű menzelféle könyvet, nagyon sok szép fotó volt benne. Persze olyan fotók, megint csak, hogyha visszautalunk arra, hogy 20. század, meg 21. század, az óriás bolygó felvételek, amiket ez a könyv tartalmaz, azok már kicsit szemcsések, kicsit elmosódottak, tehát egy-két közismert amatőr fotós, aki bolygókra specializálta magát, tehát azt lehet mondani, hogy talán jobb felvételeket készít, mint amik abban a könyvben megjelentek. Hát én azt gondoltam, hogy hát olyan régen föltalálták a távcsöveket, meg akkor a távcsövek léteznek már, hogy már mindent felfedeztek, ami az égen létezik. De hát ez persze nem igaz. Nagyon sok minden van, ami még most is felfedezésre vár, amiknek egy részét váratlanul lehet felfedezni, de lehet, hogy egy komolyabb program kell hozzá, hogy felfedezzünk valamit. Jó, a felfedezések kapcsán nekem még eszembe jutott, hogy talán Kis László mondta az egyik előadása alkalmával, hogy
amióta a fotográfiát bevezették a csillagászatba, azóta több adat van, mint amennyi adatot a csillagászok föl tudnak dolgozni. Ez igaz? Hát inkább ez úgy igaz, hogyha nagyon sok felvétel van egy obszervatórium, például a Sátápcsőnél, viszont a survey programok azok ma már, inkább már a hangsúlyozottan igaz, az LSST-re, ami jön, gigabájtok éjszakánként, vagy terabájtok éjszakánként. Igen. Az igaz, ma. Oké. Tehát a váratlan felfedezések közé ide besoroltam ezt a közösséget, a McNeil-ködöt, amit egy amerikai amatőr csillagász fedezett fel, az ő nevét is viseli. Ugye az M78 környékét kezdte el fotózni, és feltűnt neki ez a közösség, amit korábbi felvételeken nem vett észre, és aztán még korábbi archív felvételeknek a visszakeresése után derült ki, hogy ez egy változó csillag által megvilágított ködösség, ami viszonylag ritkán jelenik meg az égbolton, úgyhogy akár ilyen ködösségeket is fel lehet fedezni. Vagy vannak ilyen hatalmas nagy kiterjedésű objektumok, amiről nem sokára lesz szó, planetáris ködök, amik több foknyi területet elfoglalnak az égbolton, és annyira halványak, hogy még nem fedezték fel őket. De hogyha van egy programunk, akkor az nagyon sokat tud segíteni abban, hogy minden alkalommal, amikor csak tudunk, kimenjünk az ég alá, és azt a programot folytassuk. Volt egyszer Sárnecki Krisztiánnak egy előadása, amiben szintén arról beszélt, hogy mi mindent tud tenni egy amatőr csillagász manapság, hát ez talán 10 éve volt. Ennek is az volt a címe, hogy kell egy program, valami hasonló volt a címe. Szépségen túl. Szépségen túl, igen. De a lényeg ez az volt, hogy valamiféle program alapján érdemes dolgozni az ég alatt. Tehát lehet változó csillagokat, ismert változó csillagokat követni, fényváltozásokat feljegyezni, ennek az a szakcsillagászok nagyon nagy hasznát veszik a folyamatos adatsorainknak, amiket előállítunk sok-sok év alatt, sok-sok száz vagy sok-sok ezer amatőr csillagász a világ minden részén. Ezek a változó csillagok sem mindig úgy működnek, ahogyan kellene nekik a típus besorolás alapján, ugye vannak olyan változó csillagok, amiknek a szép periódusos változás, amplitúdja lecsökken, mint hogyha teljesen meg akarna szűnni a változás. Emlékszünk a R Corona Borealisra, amelyik elhalványodott, és sok-sok éven keresztül nem tért vissza a normál fényességébe. Most nyáron volt az erős Ophiuchinak a kitörése, ami szintén egy ismert változó csillag, de mégiscsak egy váratlan és örömteli esemény volt, hogy kitört. És hát, hogyha az eget fotózzuk és kimérjük azt, amit eredményként kapunk, akkor új változó csillagokat is felfedezhetünk, megint csak árnyékában a nagyméretű távcsöveknek, meg az automata műszereknek és mindenféle egyébeknek. Ami még itt szerepel, az az adatbányászat, és ez megint csak kapcsolódik ahhoz, hogy mi minden kellett ahhoz, hogy ezt megtehessük. Rengeteg sok katalógus, hatalmas mennyiségű adatsorok állnak rendelkezésre, amik nyilvánosan elérhetőek, letölthetők, bárki számára analizálhatók, megfelelő szoftvereket is biztosítanak ehhez, és ezekben a hatalmas adathalmazokban is lehet mindenféle érdekes változó csillagokat felfedezni például. Ez csak két példa szeretne lenni planetáris ködökről, amiknek igazából a felfedezés éve az érdekes, 2020-ban vette ez a két úriember katalógusába föl ezt a planetáris ködöt. Biztos lehet tudni, de én nem néztem utána.
Nem tudom, hogy mekkora távcsővel történt a felfedezés. Ez pedig egy másik planetáris köd, amiről valahol, mint ha azt olvastam volna, hogy egyike a legnagyobb látszó méretű planetáris ködöknek. Itt is ugyanaz a két úriember plusz egy harmadik volt az, aki felfedezte ezt a ködösséget. Jó. Tehát akkor, hogyha van egy programunk, akkor folyamatos megfigyeléseket tudunk végezni. Van valamilyen cél, amiért kimegyünk az ég alá, és tudjuk követni az égboltot és a változásait. Ami nagyon fontos, hogy a változó csillagok követése egy olyan terület, amit már több száz, vagy hát legalább száz éve végeznek amatőr csillagászok, és ez egy nagyon fontos terület, mert hogy a szabad szemmel végzett változó csillag észlelésnek is nagyon nagy haszna van, egy folyamatos adatsort nyújt a szakcsillagászok számára, amiből mindenféle csillagoknak a változását, csillagfejlődését, stációkat lehet felfedezni. Azt hiszem az alsó oldalán is szokott megjelenni ilyen felhívás alulészlelt csillagoknak az észlelésére, amik ilyen urgently needed, meg needed adatokkal szoktak megjelölni, amiknek a követése fontos dolog. Hogyha valamilyen szokatlan viselkedést tapasztalunk egy változó csillagnál, egy váratlan esemény következik be, egy kitörés vagy egy elhalványodás, akkor megint csak ezt az eseményt tudjuk jelezni a nagy közönség, illetve az amatőr csillagász és a szakcsillagász közösség felé, és ennek az az eredménye, hogy a hatalmas nagy földi távcsövek és az űrtávcsövek is elkezdhetik követni azt az objektumot, ami valamilyen furcsa viselkedést mutatott. Ami megint csak a 21. századnak vagy 21. századhoz tartozik, hogy eljutottunk odáig, hogy olyan műszerek és olyan kamerák, olyan távcsövek, meg mindenféle egyéb kiegészítők állnak most már az amatőr csillagászok rendelkezésére, amire hát mondjuk 20-25 évvel ezelőtt a múlt évszázadban még nem is gondolhattunk, főleg a világnak ezen a részén, vagy ezen a felén. Tehát hatalmas átmérőjű, hatalmas fénygyűjtő képességi műszerek elérhetőek, kamerák elérhetőek, amelyek alkalmasak a komoly munka végzésére. Amikor ezen az előadáson gondolkoztam, akkor töprengtem egy kicsit azon, hogy beszéljek-e arról, hogy ezek az eszközök mennyibe kerülnek, de nem tudom, hogy van-e értelme számokat mondani, úgyhogy inkább arra gondoltam, hogy az érdemesebb talán hangsúlyozni, hogy mondjuk egy átlagos okostelefonhoz képest mennyibe kerülnek ezek az eszközök, mert az okostelefon, ami megint csak a 21. századnak a vívmánya, már mindenkinek a zsebében ott van, és ha mondjuk azt mondjuk, hogy 2-3 évente az emberek cserélik az okostelefonjaikat, vagy 3-4, nagyjából ilyen időközönként szokták, akkor mondjuk abba érdemes belegondolni, hogy egy 20 cm-es távcsöm, vagy 25 cm-es távcsömmel már nagyon komoly megfigyeléseket lehet végezni, az mennyibe kerül, hogyha okostelefonban számoljuk, mondjuk 2-3 okostelefon legfeljebb. Egy kamerát, ami alkalmas arra, hogy a bolygókon az előbb bemutatott viharzónákat, akár, vagy viharokat felfedezzük, vagy becsapódásokat felfedezzük, szerintem kevesebb, mint egy okostelefonból be lehet már szerezni, vagy legalábbis ehhez hasonló árkategóriába esnek. Tehát abszolút nem elérhetetlenek, ami hát nagy részt köszönhető annak, hogy a gyártás az ugye Távol-Keletre került, de cserébe sokak számára elérhető. Jó, van még egy-két tétel felsorolva exobolygók követésére. Nem is tudom, mikor volt az, amikor a Polaris Terraszáról az első exobolygó által okozott elhalványodást sikerült 2006-ban, tehát most már az is 15 évvel ezelőtt
történt. Nagy Zoltán Antal volt, aki ezt végezte. A meteorrajok aktivitásának a követése az egy nagyon jó program és egy nagyon jó terület, mert egyrészt nem 21. századi módon, hanem 20. századi vagy még korábbi századokbeli módon is lehet végezni, egyszerűen úgy, hogy az ember szabad szemmel megfigyeléseket végez kellően sötét égről, számolva meteorokat, meg fölrajzolva vagy följegyezve a rajtagságot, a fényességüket, az eloszlásukat, az időbeni számokat. Ugye ezzel is hozzá lehet járulni a Föld környezetét uraló por anyagnak a Föld térképezéséhez. Aztán a meteorrajok aktivitásának követésében föl lehet használni a 21. századnak a nagyszerű találmányait, meg vívmányait, a borzasztóan érzékeny videókamerákat, vagy a könnyen elérhető rádiós rendszereket. Ezekről majd egy kicsit később lesz még szó. Jó, hát az egyik példa, nagyon éles volt a váltás. Az MCA honlapról kimásolt egy oldal részlet, hogyha változó csillagokról van szó, meg változó csillagok felfedezéséről, akkor Friedrich Robertnek a nevét érdemes megemlíteni, aki nagyon sok szabadszemes változó csillag észlelést végzett, azután áttért arra, hogy egy egészen egyszerű, megint csak egy-két okostelefon áraért beszerezhető egyszerű digitális fényképezőgéppel elkezdte fényképezni az eget, és a született fényképekről egyrészt kimérte az ismert változó csillagoknak a fényességét, másrészt viszont talált olyan csillagokat rajta, amik eddig nem szerepeltek a katalógusokban. És ezek a csillagok, amelyek változó csillag jelöltek voltak, ezeket később független megfigyelésekkel megerősítették, és most már mint vendégcsillag, vend jellel szerepelnek a katalógusokban. Így akár ilyet is lehet tenni. Azután egy másik ilyen lehetőség, amivel hozzá lehet járulni a tudományhoz, a szakcsillagászokat lehet segíteni, ez a SuperWASP nevű projekt, amiben változó csillagoknak a fénygörbéje alapján lehet klasszifikálni az ismert változó csillagokat. Lesz még egy pár ilyen téma, ami majd fölbukkan, ami arról szól, hogy mindenféle távcső és kifejezett észlelés nélkül is hozzá tudunk járulni a csillagászat fejlődéséhez. Egy egészen friss hírt is ide bemásoltam, nemrég jelent meg, hát egy hetes mondjuk ez a híradás, hogy Novát sikerült felfedezni Sárnöcki Krisztiánnak az Androméda ködben. Ugye ott pislog a képkivágás közepén a Nova. Ez azért izgalmas, mert a hír szerint ilyen 17 magnitúdos volt a Nova felfedezésekor, és hát ugye a piszkéstetői távcsővel sikerült ezt felfedezni, de hogyha belegondol az ember, és körülnéz a fejében a ismerősök között, akkor elég sok amatőr csillagásznak van eléggé nagy méretű műszere. 25-30-40 cm-es távcsövek már igazán nem számítanak ritkaságnak, és azok a kamerák, amikről az előbb megint csak volt szó, amiket a 21. században már viszonylag olcsón megszerezhetünk, azok akár ilyen fényességtartomány elérésére is képesek lehetnek. 16 magnitúdot szerintem egy kisebb távcsővel is el lehet viszonylag könnyedén érni. Tehát akár egy ilyen felfedezés sem lehetetlen, vagy hát egy szupernóva, egy extragalaktikus szupernóva felfedezése sem kizárt. Aztán ez is egy kivágás a MCA honlapról, az Exoclock nevű projekt, amiben szintén várják a szakcsillagászok, amatőröknek a közreműködését. És ebben is az a meglepő, vagy
vagy örömteli, hogy ugye ezek az exobolygók által okozott elhalványodások, ezek borzasztó kicsik, ilyen milliómad, néhány tízmilliómad magnitúdó körüliek, igaz? Mikromagnitúdó körüli elhalványodások. Tehát ezeket is ki lehet mutatni, akár amatőr műszerekkel is. Aztán itt egy oldal, ez a mostani meteorban fog majd napvilágot látni, ami arról szól, hogy 1986-ban egy tagtársunk, Teplicki István figyelt meg egy aurigida kitörést. Ez nem aurigida. Tehát ilyen megfigyeléseket is lehet tenni, akár csak úgy, hogy az ember az előrejelzett időpontban szabadszemes megfigyelést végez és számlálja a meteorokat. Hogyha pedig egy kicsit befektet és a 21. század által nyújtott technikával elkezd foglalkozni, akkor viszonylag kis befektetéssel megint csak egy ilyen automata meteor észlelő kamera rendszert is fel tud építeni, ami folyamatosan nézi az égnek a beállított részét, amit kitaláltunk. A csillagok helyzete alapján tudja, hogy a meteor merre felé haladt. A felvételek sok-sok képkocka alapján meg tudja határozni azt, hogy ez most, ami áthalad a képmezőn, ez valóban meteor-e, vagy csak valami egyéb világító objektum, meg tudja határozni a meteor sebességét, meg tudja határozni a rajtagságát, meg mindenféle egyebeket. És ennek a kamera rendszernek, hogyha valaki egy ilyet fölépít magának, az a nagyon nagy előnye, hogy saját emberi beavatkozás nélkül képes működni. És megint csak el tudunk jutni egy olyasmiig, ami egy kicsit felfedezésnek is lehet talán tekinteni, meg kicsit kapcsolódik oda is, hogy talán egyedül mi vagyunk azok, akik éppen láttuk ezt a meteort, vagy a néhány ember közül, vagy néhány kamera közül egyike voltunk annak, akik látták. Mert hogyha ezeket a tűzgömböket, ezeket a nagyon fényes tűzgömböket több kamera egyszerre megfigyeli, legalább három, vagy jobb esetben még több, különböző helyekről, akkor különböző irányokban látszik a csillagos háttér előtt, és hogyha elég nagy tömegű a behulló égitest, aminek van esélye, hogy földre jutó darabja is van, akkor ezen felvételek adatait elemezve meg lehet határozni a behulló égitestnek a pontos pályáját, ki lehet számítani, hogy milyen sebességgel haladt, hol kezdett el lassulni, és körülbelül hova esik az a szórásmező, ahol érdemes a meteort, és pontosabban a meteoritot keresni. Jó, ez a másik fajta módszer, amit eszembe jutott, hogy mint 21. századi technikát felhasználva lehet amatőr csillagászként felhasználni. Ugye a rádiós meteorészelésről van szó, aminek az a lényege, hogy a behulló apró égitest által okozott ioncsatornáról visszaverődő, egyébként közvetlenül nem hallható jelet lehet detektálni. Nem emlékszem arra, hogy még a múlt században, vagy a múlt évezredben voltak ilyen akciók, hogy összegyűltünk egy-egy rajnak a aktivitása idején, és füllel hallgattuk a távoli rádióadó helyett a sistergést, ami jelentkezett, és amikor észleltük, hogy egy értelmes beszédfoszlány vagy zenefoszlány megjelent a fejhallgatóban, akkor húztunk egy strigulát, és akkor ebből kirajzolódott a meteornak, vagy a meteorrajnak az aktivitása. Ez egy nagyon jó mulatság, meg így tizenévesen nagyon jó szórakozás volt, hogy éjszaka ezzel lehetett foglalkozni. Viszont hát nem gondolja az ember, hogy ezt éjszakákon át, meg nappal, meg folyamatosan kellene csinálni. De hát arra van a számítógép, hogy amit lehet, azt maga megcsináljon. Hát ez egy nagyon könnyen automatizálható dolog.
Megint csak, hogyha okostelefon árban akarunk számolni, akkor töredék árakon el lehet jutni oda, hogy ilyen működő rádiometeoros rendszert az ember összeállítson. Pár ezer forintért lehet kapni eredetileg földfelszíni tévéadások sugárzásának vételére kitalált kis USB csatlakozós rádióvevőket, és megint csak ingyenesen elérhető szoftverekkel lehet felhasználni ezeket arra, hogy a meteor rajok aktivitását, a meteor aktivitást megvizsgáljuk, vagy kitöréseket felfedezzük. Itt például látszik egy szép kitörés, itt is van valamiféle erősebb aktivitás. Itt az látszik, hogy nappali órákban gyengébb, hajnalban pedig erősebb a behulló meteorok, mármint ugye számuk magasabb. Ez megint csak egy illusztráció arról, hogy mennyire a szívükön viselik a szakcsillagászok és az amatőrökkel való együttműködést. Vénusz megfigyelés, vagy itt a megjelenő apró folt a Jupiter felhőzetében, nagyvörös folt mellett, aztán megint csak egy felfedezés, ami úgy jött létre, hogy amatőr csillagászoknak a közreműködése is benne volt. Jó. Oké. Akkor néhány szó arról, hogy mit hozott nekünk a 21. század, mit adtak nekünk a rómaiak. Sok minden kimaradt erről az ábráról, vagy erről a diáról, de ez direkt, ugye mindenki ismeri, hogy miféle hatalmas fejlődés történt a 21. században, orvostudomány terén, meg mindenféle egyéb területeken. Itt inkább csak azokat a pontokat emeltem, vagy próbáltam meg kiemelni, amik számunkra, amatőrök számára fontosak. Hát a legfontosabb talán az internet, amit mi is ki tudunk használni. Ugye a 20. században, vagy hát az internet elterjedése előtt hatalmas nagy probléma volt sokszor az, hogy egyáltalán csillagtérképet szerezzünk, vagy atlaszokat szerezzünk, amik viszonylag pontosak és mutatják megfelelő határfényességig a csillagokat. Onnantól kezdve, hogy ez az internet mindenki számára elérhetővé vált, ez nem lehet továbbá nem probléma. Ezentúl bármiféle térképet le lehet tölteni, rengetegféle ingyenesen elérhető atlasz létezik, planetárium programoknak a tucatjai vannak, amiket megint csak le lehet tölteni, és akár a második pontban emlegetett okostelefonokon lehet futtatni. Ezek az okostelefonok szerepelnek itt a második pontban, mert hogy ezek is a 21. század találmányai, ugye az elődeik ezek a digitális asszisztensek voltak, amikben volt óra, meg naptár, meg jegyzettöm, meg egyebek, de hát ezen kívül nem túl sok minden. Az okostelefonok hozták el azt a világot, amiben most élünk, és nagyon sok mindenre lehet használni. Többek között folyamatosan jelen lehetünk az online térben, vagy a kibertérben, folyamatosan elérhetőek lehetünk, de ez annyira nem izgalmas. Abból a szempontból érdekes, hogy bármikor értesülhetünk arról, hogyha valamiféle szokatlan esemény történik, amiről mondjuk az amatőr csillagászok riasztást küldenek egymástól. Ugye van nekünk is levelező listánk, amiken beszélgetünk, vagy éppen mi tudunk riasztást küldeni, hogyha valami szokatlan jelenséget észlelünk. A kamerák, amik az okostelefonokban most már nincs is olyan, amelyikben ne lenne, és a minőségük is folyamatosan javul, alkalmasak arra, hogy akár fotókat is készítsünk az éjszakai jégről, a váratlan jelenségeket megrökítendő. És ezek révén is hozzá tudunk férni ezekhez az adatbázisokhoz, amiket már az előbb emlegettem.
Tehát, hogyha valakinek az ég alatt hirtelen szüksége van egy térképre, hirtelen szüksége van bármiféle adatra, azok mind elérhetőek. Jó. A másik nagyon fontos dolog, ami a 21. században vált elérhetővé megint csak szinte mindenki számára, sőt mindenki számára, ezek a távolról elérhető távcsövek, amelyeket bizonyos pénzösszeg ellenében lehet használni. Hogyha az ember amatőrködni szeretne, akkor több választási lehetősége van, ezeket mindenki ismeri, vagy megvásárolja a távcsövet, és vállalja azt, hogy kiviszi a kertbe, megbékél azzal a ég minőséggel, ami a lakóhelyén van, vagy vállalja azt, hogy megveszi a távcsövet, és folyamatosan utazik viszonylag messzire, ahol sötét égbolt van, és észlelésre kedvezőbbek a körülmények, vagy pedig ezt a pénzt ezt nem költi el egy saját műszerre, hanem bérel távolról elérhető távcsöveket, amik olyan hatalmasok is lehetnek, meg olyan jól felszereltek is, amit valószínűleg saját magának az ember nem vásárolna meg. Itt szerepel már még az, amit már emlegettem, hogy a 21. században tulajdonképpen semminek a beszerzése nem probléma. Tehát ha valaki meg szeretne vásárolni egy távcsövet, mert az a vágya, hogy most nem tudom, nagyon halvány változó csillagokat figyeljen meg, és ehhez nagyon nagy átmérőjű távcsőre van szüksége, akkor bemegy a boltba, vagy megrendeli, megvásárolja, és meghozzák. Bármiféle szűrőre, okulárra, távcsöves kiegészítőre szükségünk van, ezt nem gond beszerezni, ezek mind-mind elérhetők, részint a kereskedők, részint pedig az interneten keresztül. A 3D nyomtatást, ezt csak így úgy oda vigyeztettem a végére. Az jutott eszembe erről, hogy hát szerintem mindenki olvasta a Távcső világa című könyvet, és nekem is, amikor még nem volt távcsövem, és szerettem volna nagyon, akkor egyrészt elolvasgattam azokat a részeket, amik a tükörcsiszolásról szóltak, meg is próbálkoztam vele, persze nem sok sikerrel, de előrelátó módon gondoltam rá, hogy ezt a távcsőtükröt, amit én majd megcsiszolok, azt majd be kell ezüstözni. És hát erre is volt recept a könyvben, úgyhogy én bementem a vegyszerboltba, és akkor előadtam, hogy én szeretném ezt a vegyszert. De hát a távcsővilág az kicsit korábban íródott, mint amikor én ezt a bemenést elkövettem, amikor már mindenféle szigorú szabályozások voltak érvényben. Tehát amikor én odaadtam a listát, hogy ezeket szeretném, akkor megkérdezték, hogy na jó, és akkor a tiszti orvosi engedély az hol van hozzá, mert ezt már nem szabad megvenni. Tehát ez is kútba esett, de ma már ez sem probléma, hogyha valaki alumíniumasztatni akar egy távcsőtükröt. A másik emlékem pedig az, hogy gyönyörű szép műszaki rajzok vannak a távcső világában, hogy kell esztergálni távcső mechanikát, meg fogaskereket, meg csigát, hogy hívják ezt a csigahajtáshoz, mindegy. Tehát komplet leírások, meg rajzok vannak, de hát ugye az embernek nincs otthon ilyesféle felszerelése, tehát hiába volt meg a rajz, meg hogy hogyan kell csinálni, ezt nem tudtuk kihasználni, legalábbis nagyon sokan nem tudtuk kihasználni. Mára ez a 3D-s nyomtatás, ez is egy olyan dolog, ami nagyon hasznos lehet egy amatőr csillagász számára, hogyha egy kis alaptervre van szükségem, egy kis kiegészítőre, egy kis, nem tudom, térképet tartó, akármire, akkor ezeket mind meg lehet oldani. Aztán, hogy mennyire fejlődött a technika a 21. századra, itt van egy ilyen összehasonlító ábra a különféle műszerek, meg nem annyira műszereknek a fényérzékenységéről. Ugye ez egy logaritmikus skála. Itt van a szemnek az érzékenysége. Látszik, hogy hát a fotólemez vagy fotófilm az érzékenyebb, de nem annyira sokkal. Egy időben volt, hát nem divatban, mert elég drága mulatság volt ez a fotomultiplier cső,
fotoelektron sokszorozó cső, amit elsősorban pontos változó csillagmérésekhez lehetett volna használni. Látszik, hogy ez jóval érzékenyebb, mint a fotólemez, de az is látszik, hogy a legegyszerűbb CCD-k is sokkal-sokkal érzékenyebbek, mint a fotólemezek, vagy a fotó nyersanyagok. És ezek a CCD kamerák, vagy CMOS kamerák, amik ennyivel érzékenyebbek, mint a fotóanyagok, ezek megint egy okostelefonért, vagy még néhány okostelefon áráért beszerezhetők. Ami megint csak a 21. századnak egy érdekes és fontos fejleménye, ez a számítástechnikának a borzasztó gyors fejlődése, amivel mi is profitálunk, ugye egyrészt azzal, hogy létezik az internet, és elérhetünk bármilyen adathalmazt az internetről, ezeket elemezhetjük is, amihez szintén kell számítási kapacitás, mindenféle automata rendszereket fölépíthetünk saját magunknak, kezdve a már emlegetett videokamerás rendszeretől, a rádiómeteorostól, akármitől. Szabadon elérhető szoftverek léteznek arra, hogyha valaki mondjuk kupolát szeretne építeni, és a kupola forgatását, távcsőmozgatását, a mindenfélét, a résnyitást meg tudja vele oldani. És hát nagyon praktikus dolgokat lehet ezekkel tenni. Ami érdekes, hogy ugye nagyjából nekem itt volt az első számítógépem, és hát ez az ábra, ez csak 2011-ig tart, de lehet látni, hogy a számítógépeknek a bonyolultsága, vagy hát a teljesítménye, az hát mennyivel nőtt? 100 000-ről, nem, 1 millióról, 1 milliárdra, de biztos, hogy sokkal többszörösére nőtt már a számítási teljesítmény. Úgyhogy egy csomó olyan gép, ami itt föl van sorolva az ábrán, az már elavult. És ugye a számítógépekből is az emberek újabbakat vesznek, meg újabbakat vesznek, mert hogy haladni kell a korral. És ennek az az eredménye, hogy vannak otthon, vagy van talán mindenkinek otthon ilyen elfekvő számítógép, ami megmaradt, mert már nem kell. Ezek tökéletesen alkalmasak ezeknek a feladatoknak az ellátására. A videómeteoros rendszer, ez a rádiómeteoros hozzá, a saját távcsővezérléshez és mindenféle egyebekhez. Jó, azt hiszem erről beszéltem már, hogyha megfigyeléseket szeretnénk végezni, akár azért, hogy befedezzünk valamit, akár azért, hogy már ismert objektumokat kövessünk nyomon, vagy azért, hogy váratlan égi eseményekben részesüljünk, akkor nem okoz problémát távcsőbeszerzés, a kiegészítőknek a beszerzése. Itt van ez a készen elérhető szoftverek, amelyeket mindenféle megkötés nélkül tudunk használni, és akár saját robottávcsövet fölépíthetünk. És hát ezek a távolról vezérelhető, bérelhető távcsövek, amikről szintén volt már egy pár szó. Ez talán az egyik legnépszerűbb ilyen szolgáltatás, az iTelescope nevű cég, ahol 3 telephelyen is jelen vannak, vagy 4, vagy még több telephelyen is vannak távcsövek, legkülönbözőbb méretű műszerek, különféle szűrőváltókkal, kamerákkal, mindenfélével felszerelve. Egy bizonyos összegért, havi összegért az ember pontokat kap, és ezeket a pontokat el tudja költeni arra, hogy távcsőidőt vásároljon. Ami távcsőidőből, pontosabban a díjából mindenféle kedvezményeket is tud kapni, hogyha teli holdhoz közeli időszakban szeretné használni a távcsövet, akkor valamivel kedvezőbb áron juthat hozzá, és mindenféle okos felvételeket, illetve hasznos felvételeket készíthet vele. Ez csak egy példa, egy 43 cm-es kamera, vagy távcső CCD kamerával valószínűleg nem sokan gondolnak arra, hogy
ha belekezdenének a amatőr csillagászatba, akkor egy ilyen távcsövet vásároljanak, és hát hozzá mindenféle kiegészítőket, a megfelelően stabil mechanikától kezdve a letolható fedelő, vagy akár kupolás észlelőhelyig, és hát a megfelelően sötét észlelőhely is probléma lehet. Jó, itt egy pár olyan dolog szerepel, amiben részt lehet venni, úgyhogy akár nincs is saját számítógép, vagy saját távcsövünk, nem akarunk megfigyeléseket végezni, nem akarunk az ég alá kimenni, de szeretnénk valamit tenni a csillagászat érdekében. Létezik ez a Galaxy Zoo nevű projekt, ez csak egy válogatás, vagy pár darab a sok-sok elérhetőből. Ez egy olyan kezdeményezés, amikor nagyon-nagyon távoli, nagyon-nagyon halvány galaxisoknak az alig kivehető képét mutogatja meg a rendszer, és a felhasználónak, aki segíteni akarja a tudomány fejlődését, annyi a dolga, hogy eldöntse azt, hogy ez a galaxis, amit ez a Fold jelképez, ez most errefelé spirálgalaxis, arrafelé spirálgalaxis, vagy nem spirálgalaxis, hanem egy egyszerű elliptikus galaxis, vagy mondjuk egy pixel hiba a fotón. És sorra adogatja a rendszer ezeket a osztályozásra váró galaxisokat. Ugye ennek részint az az oka, hogy az emberi agy az nagyon jó az ilyen képfelismerő feladatokban. Nem okoz problémát sokszor egy ilyen halvány, elmosódott, vagy nem elmosódott, de nagyon halvány képnek a galaxisnak a klasszifikálása sem, ami viszont a gépeknek még mindig problémát okoz. Hogyha múlt héten volt Sklár Tamásnak az előadása a gépi tanulásról, egy kicsit ide kapcsolódik, hogy a gépi tanulás, meg a mesterséges intelligencia, meg ezek nagyon, nagyon jól hangzó dolgok, és nagyon rohamosan fejlődnek. De hát ugye ezek sem úgy születnek, hogy valaki egy nagyon okos algoritmust leprogramoz, és akkor ez működik. Ezeket az eszközöket, vagy ezeket a szoftvereket is folyamatosan tanítani, meg kell tanítani nekik, hogy el tudják utána dönteni, hogy ez a galaxis ez most errefelé forog, vagy arrafelé forog, vagy mit csinál. És ezek az adatok, amiket mi adunk, hogy ez a kép, ez egy olyan galaxis ábrázol, ami errefelé spirálgalaxis, ez is majd valószínűleg egy ilyen gépi tanulásnak a bemenete lesz, ami alapján majd a mesterséges intelligencia később még okosabb lesz. Ugye talán láttátok azt van egy ilyen interneten terjedő kép, hogy a mesterséges intelligenciát megpróbálták megtanítani arra, hogy fölismerjen egy kutyafajtát, amilyen barnás-sárga színű szőrű kutya, fekete orral, meg fekete szemekkel. És akkor mutogatnak neki ilyen képeket, amin ilyen fajta kutyának a feje látható, és a képsorozatban benne van egy muffin, amin van 3 darab csoki bogyó. És ugye, hát sárga fej, meg 3 darab fekete pötty, és akkor azt mondja rá, hogy ez is kutya. Mert hát ezeket nagyon-nagyon hatalmas mennyiségű adattal kell megtanítani arra, hogy fölismerjék azt, amit föl kell nekik ismerniük. Jó, hát ezek mind elérhető projektek. Ami legalul van, az talán legalábbis az első közülük a SETI at Home, ez a legrégebbi, ezt talán ismeritek. Ez egy olyan kliens szoftver volt, amit le lehetett tölteni a számítógépre, és abban az időben, amikor éppen a számítógép nem csinált semmit, hanem pihent, és esetleg egy képernyővédőt mutatott volna nekünk, közben letöltögetett ilyen kis csomagnyi adatokat, adathalmazt, amiben mesterséges intelligencia által sugárzott rádiójeleket keresett. Hát nem talált, de keresett.
ezek az elosztott számítási teljesítményt kihasználó projektek, ezek nagyon elterjedtek. Létezik még a SETI at Home, van az Einstein at Home, ami talán a sötét energia kutatásában próbálkozik, de egyéb más projektekhez is lehet csatlakozni, például amikor a koronavírus megjelent, akkor rögtön nem sokkal később megjelent a megfelelő alkalmazás, amire rá át lehetett váltani, és akkor a koronavírus ellenszerének a kutatásába lehetett bele csatlakozni. Hát a lényeg az, hogy amit eddig ki akartam nyögni, hogy az égbolt nem változatlan, nagyon sok jelenség van, amit akár véletlenül észlelhetünk, akár saját magunk által kidolgozott program alapján tudunk követni vagy felfedezni, de akár távcső nélkül is hozzájárulhatunk az adatbázisokhoz, amikből nagyon sok van és nagyon nagyok. És hát mi is szeretnénk egy adatbázist felépíteni az amatőr észlelésekből. Erre szolgál az észlelések.hu oldal, ahol próbáljuk összegyűjteni az amatőr csillagászok által az elmúlt évtizedekben végzett megfigyeléseket, az egészet, az összeset. És hát az az álom, hogy ez egyszer majd sikerül, és sok-sok adatot össze tudunk gyűjteni, amivel például olyasmiket lehet majd kirajzolni, mint a naptevékenységnek az alakulása. Itt valószínűleg majd módosítani kell az oldalon, hogy kicsit nagyobb, nem kisebb felbontásra, nagyobb időszakokat át ívelve ábrázolja a napfolt csoportok meg a relatív számnak az alakulását, hogy ne legyen ennyire tüskés, de az látszik, hogy 2014-ben például van itt egy ilyen nagyon magas csúcs, a mostani minimum környékén pedig egészen lent ugrálnak ezek a pöttyök. A másik ilyen terület, amit én nagyon szeretnék, hogyha sikerülne majd elérni, ez a kettős csillagok, amikből lehetne rajzolni szintgyönyörű szép pályagörbéket. Hogyha lenne elég megfigyelés egy-egy csillagról, és olyan megfigyelés, ahol minden ki van töltve. A régi észleléseknél viszonylag sok helyen találkozunk azzal, hogy vagy a pozíciószög, vagy a szeparáció nincsen megadva, és akkor nem tudunk ilyen gyönyörű pályagörbét rajzolni. No, hát volt szó arról, hogy vannak váratlan jelenségek, amiknek szemtanúi lehetünk, de hát vannak olyan jelenségek, amiket előre ki tudunk számolni, és várjuk őket, és nagy lelkesedéssel készülünk rájuk, amiket szintén szerintem egy ilyen privilégium, kiváltság átélni, hogyha sikerül. Hát ilyen a teljes napfogyatkozás, amiből 99-ben volt egy, ezt ugye mindannyian láttuk. 2081-ben lesz a következő nálunk, ugye, tehát az még nagyon messzi van. A Merkur vagy a Vénusz átvonulások is olyan események, amiket hát nagyon várunk. Mindenféle egyéb bolygófedések, csillagfedései, meteorrajok, Leonidáknak mikor is volt az a kitörés, amikor egy nappal korábban jöttek, vagy később jöttek, 98-ban. Igen, tehát ilyenek is vannak. És ez a legalsó sor, ez megint csak a 21. századra szeretne egy kicsit utalni azzal, hogy ugye, vagy amit már láttunk, hogy létezik internet, léteznek okostelefonok, okostelefonon internet, bármit, bárhonnan, bármikor elérhetünk, mindent meg tudunk vásárolni, elérhetők a távcsövek, bármit meg tudunk rendelni, két nap múlva elhozza a postás, és ott van nálunk. Tehát hozzászoktunk ahhoz, hogy mindent azonnal meg tudunk szerezni, és meg tudunk kaparintani. Ezek a jelenségek szerintem nagyon jók, mert kicsit a 21. században élő embereket rászoktatják arra, hogy türelmesnek is kell lenni. Tehát én hiába szeretnék teljes napfogyatkozást látni, hogyha az csak 2081-ben fog eljönni. Itt is volt olyan holdfogyatkozás januárban talán, vagy napfogyatkozás, részleges napfogyatkozás januárban, amikor január 4-én volt, azt hiszem, és
a köd mélyén ültünk, és vártuk, hogy fogyatkozás legyen, de hát nem lett semmi, mert az időjárás nem akarta így. Mert egy kicsit nem baj, hogyha szoktat minket a természet arra, hogy türelmesek legyünk, várakozzunk, és nem mindig úgy alakulnak a dolgok, ahogyan mi elterveztük. Mikor készültem erre az előadásra, nézegettem régi csillagászati értesítő című kiadványokat, és egy 1984-es akadt a kezembe, és az első cikk az úgy kezdődött, hogy mai rohanó világunkban. És akkor gondolkoztam rajta, hogy hát 30 hány éve volt, 36 éve, és már a... ugyanezt mondták a romaiak. Igen. De mindenképp szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy nem kapunk meg mindent azonnal. Jó, ez csak egy illusztráció a 99-es napfogyatkozás útjáról. Mindenki elhelyezheti rajta, hogy hol látta. Szerencsére egy egész Magyarországon derült volt. Aztán itt van a Vénusz átvonulás, ami ezzel a furcsa periodicitással ismétlődik, 8 meg 121 és fél év. Mi elmondhatjuk magunkról, hogy láttuk a 2004-est, 2012-est, úgyhogy hát az a rossz hírünk a látogatóknak, akik a Polarisba is szoktak jönni, és mesélünk ilyesmiről, hogy hát nagyon messze van még a következő Vénusz átvonulás. Merkur átvonulást is láttunk 2016 májusában. Ugye a kerületi polgármester volt az, aki a laptopon megnyomta a gombot, és akkor kvázi elvégezte az idő, hogy mit, kontaktusmérést, amikor belépett a bolygó a napkorong elé. Tehát ezek szerintem olyan 21. századi emlékek, amik tök jó, hogy át tudtuk élni őket, derült idő volt, és így tovább, egy csomó mindenről lemaradtunk, aminél viszont nem volt derült idő. Jó, hát egy Szaturnusz fedés a Hold által éppen kibukkan, ez sem túl gyakori esemény. És akkor, hogyha nem akarunk hozzájárulni a szakcsillagászathoz, nem akarjuk a tudományt segíteni, csak saját magunknak szeretnénk felfedezéseket tenni, szerintem arra is nagyon jó az amatőr csillagászat. Tehát az, hogy megértsük azt, hogy hogyan működik az égbolt, milyen jelenségeket lehet megfigyelni, milyen égitestek mozognak rajta, miért úgy mozognak, ahogy mozognak, hogy végig játsszuk azt, hogy mi most felfedezők vagyunk, és egy teljesen ismeretlen égbolt előtt állunk, és végig észleljük mondjuk messzi objektumokat, vagy a NGC objektumokat, vagy van a Herschel 400 című program. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik szerintem attól függetlenül, hogy tudományos szempontból érdekesek is lehetnek, saját magunknak egy borzasztó nagy élményt tudnak adni. Ugye itt van amit már emlegettünk, a Hold, ami mindig más arcát mutatja, a bolygók, amik szintén mindig másképpen néznek ki. Változó csillagok, hát azért változók, mert változnak. Nekem például óriási élmény volt, amikor először észleltem a SS Cygnit, és minimumban volt, és másnap, mikor megnéztem, akkor más felszálló ágon volt. És olyan jó érzés volt, hogy valami változik. Ami szerintem nagyon fontos, attól függetlenül, hogy 21. század van, és technika, és digitális kütyük vannak mindenhol, az, hogy saját analóg módon értsük meg ezeket a dolgokat. Tehát nem az internetről kiolvasva, nem az okostelefonnal tájékozódva az égbolton, hanem eljutva oda, hogy mindenféle segédeszköz nélkül, vagy egyszerű papírtérképekkel tudjunk tájékozódni és észlelni. És hát amit ide írtam, hogy nagy öröm észlelni, ez szerintem igaz, de az még jobb, hogyha értjük is, hogy mi az a folyamat, ami ott zajlik. Tehát látom a változó csillagot, tegnap még halvány volt, ma fényes volt, két hét múlva megint halvány lesz, jó, hát akkor van egy ilyen púp, és akkor kész. De hogyha az ember elképzeli azt, hogy ott micsoda energiák zajlanak, meg milyen folyamatok, meg micsoda méretek
örvénylelek ott. Tehát ez egy borzasztóan jó dolog szerintem. Ez csak egy illusztráció erre, hogy szerintem jobb úgy menni neki a dolgoknak, hogy értjük is, hogy miről van szó. Ez Shanghaiban egy épület, a parkszálló. Ez így megtetszett, mert kicsit sötétebb volt, meg nem olyan üvegpalota, mint az összes többi. És hát én bevallom őszintén, hogy én nem tudtam róla, hogy Shanghaiban ez a László Hudec, vagy Hudec, ő egy nagyon híres építész volt, és többek között Shanghaiban is rengeteg sok épületet ő tervezett. És az ottani múzeumban külön részleg van az ő emlékére, bemutatják az általa tervezett épületeket, a dolgozószobája rekonstruálva van, meg hasonlók. Ez csak arra akar példa lenni, hogyha ezt én előbb tudtam volna, akkor nyilván másképpen néz az ember erre az épületre, meg esetleg az összes többire, amit föl tud keresni. Ez csak egy illusztráció, amiről az előbb próbáltam beszélni, hogy amikor egy nóvakitörés történik, vagy egy törpenóva, akkor az ember el tudja képzelni, hogy milyen hatalmas energiák és folyamatok zajlanak ott. Jó, ha nem szeretnénk észlelni, se felfedezni, se közreműködni, se semmi ilyesmit csinálni, akkor is nagyon hasznos és jó időtöltés és szép időtöltés amatőrnek lenni a 21. században is, egész egyszerűen, mert az égbolt az szép, ezt szerintem nem kell sokat magyarázni. Többször volt úgy, hogy elhatároztam én is, amikor táborba mentünk, Tatarjani nagy táborba, hogy én viszem a távcsövemet, és akkor sötét égbolt van, és akkor én majd ott este észlelek, meg fotózok, meg mindenfélét csinálok, és nem lett belőle semmi, mert annyira más volt a pestiékhez képest az a rengeteg sok csillag, hogy inkább csak leültünk, és néztük az eget, és néztük, és már semmit nem csináltunk. De lehet töprengeni a csillagképeken, lehet kalandozni a különféle népeknek a legendái között, ami tulajdonképpen egy ilyen időutazásnak is föl lehet fogni, még abban a korban, amikor ugye a mondákat, legendákat az égre vetítve adták tovább. Mostanában sokat beszélnek erről, hogy én idő, meg digitális detox. Ezekhez szerintem egy rendkívül jó segédeszköz az amatőr csillagászat, az égbolt. Mert nagyon, nagyon jó dolog az, hogy mindentől távol, csendben csak én vagyok az univerzummal, és akkor nézzük egymást. Tehát én nézem aztán, hogy az univerzum mit csinál, az egy másik kérdés. És hogy el tudunk szakadni attól, hogy folyamatosan benne legyünk a digitális térben. Jó, és ami még nagyon jó dolog, hogy ez a csodálása az égboltnak, ez, meg az észlelések, ezek lehetnek közös élmények is, meg lehetnek ilyen saját magamnak csak ilyen egyéni élmények. A közös élményeknél itt nem vissza szeretnék oda utalni, ami a legelső diák egyikén volt, hogy különlegesen jó átlátszóságú éjszakák is előfordulnak, amiket ki tudom fogni. A Polarisban is elő szokott az fordulni, hogy ugye nem olyan túl sok objektum van, amit be tudunk mutatni a fényszennyezés miatt, de sokszor előfordul, hogy egymást hívogatjuk a távcsőhöz, hogy most nagyon jól látszik az M13, most nagyon szép a gyűrűsköd, és akkor ez olyan jó dolog, hogy közösen tudunk észlelni, és ez egy tényleg élmény. Ez csak egy illusztráció arról, hogy a legendákat is elő lehet venni, hogyha csillagászatról, csillagászat történetről van szó. Itt Sánta Gábor, a mélyég rovat vezetője, nagyon boldog, mert a nebrai korongnak a méret és tömeghű mását tudja fogni a nebrai múzeumban. Ez csak egy illusztráció arról, hogy közösségben is lehet észlelni. Aztán egy apró dia arról, hogy mindenféle kreatív dolgot is ki lehet próbálni, hogyha valaki amatőr csillagászatra adja a fejét, még a 21. században is. Ugye lehet fotózni egyrészt, itt például egy holt fotó látható, vagy le is lehet rajzolni. Ez ugye nem 21. századi, hanem jóval korábbi
technika, de nagyon érdekes és nagyon szórakoztató. Ki lehet próbálni mindenféléket. Hogyha valaki nézegeti az észlelések.hu archívumát, a hold rajzokat, akkor néhány tucat holdrajz után a rajz alapján meg tudja mondani, hogy ki volt az, mert Görgei Zolinak más a stílus, a Sánta Gábornak más, tehát föl lehet ismerni a rajzolókat. Itt pedig egy olyan technikát próbáltam ki, amit valaki ajánlgatott, hogy fekete papírra, fehér ceruzával próbálj meg rajzolni. Ami nagyon jó, mert a holdnál ugye, a világos részeket könnyű megrajzolni, viszont teljesen meg kell fordítani az agyunkban a rajzolásnak a folyamatát. Hát ez a Gruithuisen nevű kráter, és hát látszik, hogy azért van, ami hasonlít. Itt a kráter, itt ez a tömbhalmaz, ez a tappancsnyom, itt van ez a fura íves izé. Hát ez a kráter egy kicsit elcsúszott, de nagyon érdekes rajzolási technika. Jó. Ezeken csak gyorsan szaladok végig, mert nagyon fogy az idő. Mert szerintem a amatőr csillagászatnak a nagyon nagy örömet adó része az, hogy folyamatosan tudjuk bővíteni a saját tudásunkat, és tudjuk csiszolni a világképünket. Annyira gyorsan változik a csillagászat, annyira gyorsan jönnek az újabb és újabb eredmények, hogy ezekből soha nem fogunk kifogyni. És hát külön büszkeség, vagy hát nem tudom, ilyen fura jó érzés, hogy a létező legnagyobb dologgal foglalkozunk, hogy az egész világegyetemet vizsgálgatjuk. És ami még izgalmasabb, hogy ennek az egész legnagyobb létezőnek a sorsa, és az alakulása, és a keletkezése, meg a működése, az viszont a legkisebb ismert létezőkkel van nagyon szoros kapcsolatban. Tehát, hogyha abba belegondolunk, hogy amikről lehet olvasni, hogyha bizonyos fizikai állandók egy kicsit eltérőek lennének, akkor nem létezhetnének csillagok, mert nem tudnának az atommagok fúzionálni. Hát ilyen jó érzés, hogy ilyen nagyon nagy, meg nagyon kicsi dolgokkal tudunk foglalkozni. Időnként szoktunk viccelődni azzal, hogy amatőr csillagász az létezik, meg amatőr csillagász az létezik, de például olyan terület nem létezik, hogy amatőr sebész, mert hát az olyan furcsa, hogy hát mi ugyanazt a területet, ugyanazt a világot ismeri meg az összes amatőr csillagász, mint a szakcsillagászok. Ezt nem találtam meg sehol normális ábrában. Egyszer láttam egy könyvben, ezt úgy hívta a könyvalkotó, egy világdiagram. Ugye itt van a tömege, meg a sűrűsége az objektumoknak, nem, mérete az objektumoknak, és itt vannak az azonos sűrűségűek ilyen vonalban. Az a lényeg, hogy ami túl nagy tömegű és kisebb egy bizonyos határnál, az ugye fekete lyukká összeomlik, azokkal nem tudunk mit kezdeni. Ami nagyon kicsi tömegű, azok az elemi részecskék, meg amik így el is tűn, tehát nem látjuk őket, meg nem tudjuk, ezek a kvantumfluktuáció, meg hasonló dolgoknak a területe. És ami érdekes, hogy az atom, meg a baktérium, meg az ember, meg a hegy, meg a csillag, meg a galaxis, meg az egész világegyetem, annak a sűrűség az így körülbelül azonos, és az ember ezen a vonalon így majdnem pont középen helyezkedik el. És akkor ugye ugyanannyira vagyunk nagyobb, ugyanannyiszor vagyunk nagyobbak az atomoknál, mint amennyiszer kisebbek vagyunk a világegyetemnél, és ez ilyen tök jó dolog, hogy mind a két irányba ellátunk, és meg tudjuk érteni az összefüggéseket. Jó, ezen szerintem gyorsan ugorjunk át, hogyha valakit érdekel, akkor rá lehet keresni, hogy hogyan váljunk. Hát ószom, hát ilyen nagyon remek amatőr csillagászokkal. Nagyjából hasonló dolgok vannak itten elmagyarázva, ezen a kicsit ilyen fura színvilágú oldalon, amikről eddig is volt szó, hogy észleljünk, építsünk távcsövet,
olvassunk utána a dolgoknak, aztán, hogyha már tudjuk, akkor mérjünk fényességet, távolságot, pozíciót, jegyezzük föl a méréseket, osszuk meg másokkal, akár szakcsillagászokkal, és így tovább. Jó, akkor mondjuk azt, hogy mi megismertük, mint amatőr csillagászok a világot, mármint kezdtük megismerni, vagy örömünket lejjük benne, mert szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy megismerjük a dolgokat. Kicsit olyan, mint amikor az ember nyelvet tanul, és akkor először nem mer megszólalni, akkor utána elkezdi érteni, amit azon a nyelven beszélnek, akkor utána elkezd valamit mondani, és akkor megértik, akkor örül neki. Tehát ez nagyon jó dolog. És nekem az az érzésem, hogy az emberek ma is érdeklődnek, és nyitottak mindenféle tudásra, csak éppen túl sok helyről tudják beszerezni az információt, és megint csak a 21. századnak a állása az internet miatt túl sok helyről, túl sok mindent tudnak megszerezni, és miután az emberek általában kényelmesek, én is, ezért nem mindig járnak utána, és nem mindig gondolnak utána azoknak az információknak, amiket lehet találni az interneten. És szerintem az amatőr csillagászoknak egy ilyen nagyon fontos szerepe az, hogy segítsünk egy kicsit, már persze aki igényli, azoknak elválasztani az igazi forrásokat, meg a kevésbé igazi tudásforrást. Igen, a gyerekek, amikor megjelennek, vagy elmegyünk bemutatót tartani nekik, szerintem borzasztóan fogékonyak és nagyon érdeklődőek. Én szerintem minden gyereknek, vagy hát mondjuk ilyen 10 éves korig jó lenne, hogyha kötelező lenne egy darab csillagvizsgáló látogatás a tanterben, de hát tudjuk, hogy ez nem így van, és sokszor még a csillagászatig sem jutnak el. Jaj. Mert hogy az, hogy a bemutatók során, vagy az előadások során így megpróbáljuk érzékeltetni a távolságokat, meg a Földnek a különlegességét, meg a mindenféle fontos dolgot, ami a földi élet kialakulásához szükséges volt, meg szükséges, hogy fönnmaradjon, azzal így alá tudjuk támasztani azt, hogy miért is olyan fontos a környezetvédelem. Tehát így lehet beszélni róla, hogy meg kell óvni a bolygót, de az egy plusz információ, hogy nem ismerünk még olyan bolygót, ami pont olyan, mint a Föld, ami lakható is lenne, és hogyha ismernénk is, akkor se juthatnánk még el oda. Tehát csak egy bolygó van, amit viszont muszáj megőriznünk. Hát ez csak azért került bele, mert hogy elválasztani az ocsút a búzától, vagy hogy szokták ezt mondani, ezt nem is akarom kimondani, hogy milyen teóriának az illusztrációja, de legalább szép kép 1893-ból. Aztán mindannyian ismerjük ezeket a történeteket, hogy Nibiru, meg 2012-ben, amikor vége lett a világnak, meg hasonlók, ugye ezeknek a terjesztésében is ott van az internet, meg a meggondolatlanul tovább küldött mindenféle információ. Egyszer tartottam egy előadást a világ vége kapcsán, és akkor összeszámoltam, hogy 1999-ben 54 darab világ végét jósoltak meg. Naponta, nem tudom, vagy mennyi? 6 naponta volt egy világ vége, vagy valami hasonló. Tehát elsüllyedt Anglia, meg mindenféle hülyeség. Jó. Ez egy kis reklám arra, hogy létezik egy észlelő szakkör, amit arra találtunk ki, és most már 11. éve működik, hogy bárki be tudjon kapcsolódni az amatőr csillagászati megfigyelésekbe, magában a mozgalomba. Azt tapasztaltuk, hogy nagyon sokan vannak úgy, talán közöttünk is, hogy valamikor érdekelt minket, még talán az a korszak is megvolt, amikor
már nem mozdonyvezető, meg rendőr, meg tűzoltó szerettünk volna lenni, hanem csillagász, és akkor kicsit másképp alakult, és másféle tanulmányok, meg munka, meg család, meg egyebek. És aztán eljutottunk oda, hogy végre van szabadidőnk, és szeretnénk egy hobbit, és akkor így föllobbant a múltnak a szikrája, hogy akkor lehetne csillagászat. De hát akkor azt hogy? Milyen távcsővel, milyen műszerekkel, hogyan? Itt is megvan az, hogy internet mindenkinek elérhető, és mindent el lehet olvasni, de hát olyan zavar keletkezik utána a fejekben, hogy nagyon jó, hogyha el lehet sajátítani első kézből az ismereteket. Például nekem van egy kollégám, aki nagyon szeretett volna kovács lenni, mármint kovács mesterséget űzni, mint hobbi. Megvett mindent, üllőt, meg mindenféle kalapácsokat, meg fújtatót, meg egyebet, és azzal szembesült, hogy nincsen kovács mester, aki ezzel tudna menni, és megmutatná neki a fogásokat. Ez lenne a célja a szakköröknek, meg a mindenféle közös észleléseknek. Jó, ezt nem mesélem el, mert szerintem mindenki egyetért. Ami szerintem nagyon fontos, és én nagyon szeretem, meg Józsi is szereti, mert minden nap itt van, és a 20 centis dobzont csak ő használja, az a távcsöves bemutatás. Ez egy nagyon nagy élmény átadni a tudást, és látni az embereken, hogy örülnek neki, hogy valamiféle plusz tudtunk neki adni, valami élményt. És ugye ez egy fárasztó dolog, mert hát beszélni kell, meg mutogatni kell, meg mégis a szabadidőnkből kell elvenni, de nagyon sok pozitív élményt ad. Én arra emlékszem, hogy egyszer volt itt a kuponában egy, hát nálam valamivel idősebb úriember, aki elhozta az édesapját távcsövezni, mert még sosem nézett távcsőbe az idős úr, és megmutattunk neki Holdat, meg Jupiter talán, és annyira boldog volt, hogy a kuponában elkezdett Radnót itt szavalni a közönségnek, és ez olyan nagyon jó érzés volt, hogy ennyire meg tudott hatódni. Jó, ez egy bemutatónak a képe, ami az országos, mi az orvosi rehabilitációs intézetbe tartottunk Egner Balázssal, és nagyon jó hangulatú volt, és tényleg olyan élmény volt nekünk, hogy nagyon-nagyon felemelő dolog volt, hogy őnekik meg tudtuk mutatni azt, amit egyébként valószínűleg soha nem kaptak, vagy nagyon valószínűtlen, hogy megkapták volna ezt az élményt. Jó, hát van egy összegzés, miért jó 21. századi amatőr csillagásznak lenni. Kikapcsolódás, én idő, meg elszakadás a mindennapoktól. Egy nagyon hasznos szórakozás is lehet, hogyha az észleléseinket úgy végezzük el, ahogy azt kell. Lehet közösségi élmény, vagy akár egyéni elfoglaltság, kis szerencsével, vagy sok szerencsével, és mindenféle szorgalommal felfedezésekhez is juthatunk. Ugye volt sok magyar felfedezés, például a Szohónak, a napkutató szondának melyik műszerén is látszanak Laszkó. Igen, műszerén is látszanak üstökösök, ebből is volt magyar felfedezés üstökös. Akkor most láttuk a Sárnecki Krisztián féle Nóvát, a számtalan vendégcsillag, ami mint felfedezés. 1999 BI jelű szupernóva volt az, amit Berko Ernő talált, és független felfedezője volt. Igen. Úgyhogy van mit felfedezni, és van mit megfigyelni, és hát nagyon fontos az, hogy itt utólag, vagy a legutolsó pontban írtam, hogy az ismeretterjesztésben egy ilyen köztes szerepet játszunk a szakcsillagászok és az érdeklődő közönség között. Úgyhogy napfogyatkozást már nem fogunk látni, de hát kívánok mindenkinek
ehhez az üstököshöz hasonló, meg még szebb jelenségeket a következő időszakra, meg hát legalább ennyi amatőr társat és érdeklődőt, akivel lehet távcsöves bemutatót tartani. És hát ezzel akkor én befejezem és megköszönöm a figyelmet. A 22. századi amatőr csillagászt ezt már valaki más fogja megtartani.